Vendégem pedig Dombi Rudolf, a Fidesz-KDNP második kerületi polgármester jelöltje. Jó estét, üdvözlöm! Volt egy budai konzultáció, amelyben azt állította, hogy nem tartotta be Őrsi Gergely jelenlegi polgármester a kampány ígéretét, miszerint 800 P plusz R parkolót hozna létre. Egy sem valósult meg? Vagy ennek csak egy része? Jó estét kívánok, köszöntöm a kedves nézőket. Most az ő ígérete szerint egy sem valósult meg. Ő közvetlen környezetében ígérte a Hűvösvölgyi BKK végállomásnak a P plusz R parkolót, és jelen pillanatban a kommunikáció szerint a kivitelezés már folyamatban van. Legalább 800 férőhelyes P plusz R parkolót ígért Őrsi Gergely, és most jelen pillanatban 80 és 100, mikor, hogy éppen a darabszám, ez változik, van kivitelezés alatt, ő ezt így mondja. A valóság az, hogy egy élelmiszer üzletlánc parkolóját megtoldva kívánnak 80 vagy 100 parkolóhelyet kivitelezni, tehát ez egy ilyen nagyságrendileg 10%-os vizionált eredmény, de ebből nincsen semmi. Igen, de akkor mit mondott, miért ez a késlekedés, vagy mi akadályozta eddig a munkát? Ugye a P plusz R parkolók az nem csak a második kerületben okoznak problémát, hanem az egész városban, egész fővárosban. Igen, a probléma ugye az, hogy óriási dugók vannak, a parkolási káosz van, hogy 30-40 percet vesz igénybe, amire parkolóhelyet találunk. Az ember elkésik, bosszankodik, egy óriási rohanás és egy feszültséget okoz a kerületi lakosokban. És egy P plusz R parkoló ígérete, az kecsegtető volt a polgároknak és a kedves lakosoknak. És most jelen pillanatban méltatlan körülmények fogadják őket, továbbra is ezek a körülmények állnak fent, és nem jutunk ezzel előrébb és sehova. És sajnos továbbra is úgy van minden kommunikálva, hogy ez lesz, és hát probléma építési szabályokkal van ő szerint. Szerintem probléma azzal van, hogyha valaki nem mer nagy projekteket vállalni. Viszont azt mondja, hogy több olyan beruházás is elkészült, amely a kerületben élőknek, vagy a fővárosban élőknek is abszolút jó. Ott van a budai fonódó villamos hálózat, vagy a Szél-Kálmán tér felújítása, nem is sorolnék fel mindent. Ezt mind azt mondja, hogy ezt sikerült viszont megvalósítani. Most a budai fonódó villamos hálózat, az még az előző Fidesz-KDNP vezetés eredménye. A Szénatér és a Szél-Kálmán tér, most ez megint egy olyan projekt, hogy óriási zöldítéseket ígért. Az ő 2019-es programjában található egy kép, ami az aszfaltra van festve, hogy a fa helye, és hát a fák azok nem lettek oda beültetve. Pont a mai napon jártam arra, a mai napsütésben, ami még nem egy igazi nyári meleg volt. Hát, hogy is mondjam, hogy kezdtem rosszul lenni a téren, és hát az idősek is, amikor járnak, szerintem hasonló helyzetben lehetnek egy nehéz napon. Zöldítésről beszélnek, nagyon dicséri magát, hogy ők ültettek fát a Margit körútra. A Margit körút az egy külön mise egyébként a homlokzatok felújításának ígérete, hogy az sem valósult meg az ígéretek szerint. De visszakanyarodva a zöldítésre, az nem elég, hogyha valaki virágokat és egy-két fát ültet. Nagyon jó, nagyon szép, nagyon szeretjük. De itt egy valódi zöld fordulatról kell, hogy beszéljünk, arról kell beszéljünk, hogy 30-40-50 év múlva egy klímaváltozás esetén hogyan fogunk tudni élni és mozogni a városban, milyen mikroklímák lesznek, vízfelületek növelése nagyon fontos, fák ültetése nagyon fontos, de nem csak az ígérete, hanem a kivitelezése oda, ahova igazán kell. Hogyha most június 9-én ön kapná meg az emberek bizalmát, akkor leginkább vagy legelsőként minek állna neki a kerületben rendbe tenni? Az utak és járdák állapota szerintem nagyon tragikus, és egy olyan kerületről beszélünk, ahol hegyek, völgyek vannak. Gondoljunk arra, hogyha leesik egy ónos eső, vagy hó, vagy bármi, mennyire csúszossá és veszélyessé fajulhat a dolog, a mentőknek is akár. Vannak olyan útszakaszok, ahol egyébként száraz útfelületeken is már meg lehet csúszni, borzasztó. Igazi alvásszaggató állapotok vannak, gondoljunk csak a Szilágyi Erzsébet fasor melletti szervizútra, az olyan, mintha bombáztak volna. És rengeteg ilyen környezet van, egy barátom nemrég mesélte, hogy jött az autóval, a telefonja leesett, a műszerfalról pedig oda volt rögzítve, annyira ráznak az utak. Ez a legfontosabb. A kerület kinti részein, Pesti-Hidegkúton például vannak helyek, ahol még járdák sincsenek, nincsen megoldva a csapadék víz elvezetése, befolyik a pincébe a víz. Ez teljesen méltatlan. Egy olyan irányba indult el a második kerület, amit még csak most tudunk visszafordítani június 9-én. Ez azért érdekes, mert a polgármester most egy másik televízió csatornánál volt vendégeste, és ott kifejezetten hangsúlyozta, hogy ő a kerülettel szeretne foglalkozni, a pártpolitikát, a nagypártpolitikát kívül
tudná és tudja, igyekszik tudni a kerületen kívül, nem akar beleszólni, nem akar a nagy politikával foglalkozni, meg a párt színekkel, hanem csak a kerületért szeretne tenni. Most az a kép, amit ön lefestett, az nem feltétlenül erről szól. Hát én sem így érzem, és ez a fajta kommunikáció egy kicsit méltatlan, én azt gondolom, a kerülethez, mert ez így próbálja megvezetni, próbálja a saját politikai túlélését biztosítani, de azért meg szeretném említeni azt, hogy az előtte levő három ciklusban egy darab alpolgármester volt. Jelen pillanatban négy darab alpolgármester van, és mind ebből az összefogásból, ami nekik van, politikai összefogásból. Szeretném azt is megemlíteni, hogy a rendszerváltás óta legdurvább pártfinanszírozási botrányért felelős Perjes Gábor bennül bizony a második kerület testületébe, de tovább megyek. Még mindig frakcióvezető. Ősi Gergely frakcióvezetője, és a Költségvetési Bizottságban is benne ül. Na most ez az ember mindig ott van, ahol a pénz van, és mindig valahogy Ősi Gergelynek a Holdudvarában is megtalálható. Hogy áll a kerület költségvetése? A kerületnek van pénz, én azt gondolom, csak iparőzési adóból 13,5 milliárd az, ami az idei évre rendelkezésre áll. Így nem nagyon értem, hogy a fejlesztések miért maradnak el. Hát ezt akartam kérdezni, hogy akkor mire fordítják, hogyha nem az utak felújítására, vagy a parkolók létrehozására, vagy egyéb másra, amire a kerületben élőknek igénye lenne? Vannak olyan projektek, amik kiskaliberűek, és kötelessége az önkormányzatnak, és ezeket elvégzik. Nagyjából. Szépítés a kerületben akad, mert ültetnek virágokat, ez nagyon szép, és nagyon szeretjük. De azok a projektek, amik előre viszik a kerületet, amik igazán a lakosok érdekeit szolgálják, tehát fejlődne a kerület, ezek elmaradnak. Nekem van egy olyan benyomásom, hogy nagy projektekben nem mernek valamiért belefogni, ennek nem tudom, hogy mi az oka, ezt tőlük kell megkérdezni. Én azt szoktam meg, hogy kitűzök egy célt magammal, és azért minden nap megdolgozom, és elérem azt a célt, és az úgy számít, hogy abban mit tudunk beletenni, és hogyan fejlődünk. Vannak olyan projektek is, amiket még az előző polgármester hagyott rájuk, és ők csinálták meg, és ez így van jól, ez így van rendben, hiszen a önkormányzat egy folytatólagos dolog, és el kell végezni ezeket a munkákat, de amikor csak megszórjuk sóval az ételt, attól még nem mi főztük, és szeretném megkérdezni, hogyha a kedves lakosok nekem szavaznak bizalmat, akkor én milyen nagy projekteket, milyen valós fejlesztéseket fogok megörökölni. Hát akkor ezek szerint erre még nem kapott választ, hogyha még ez mindig kérdés, ugyanakkor, ha már szóba hozta, ha beszélget az emberekkel, ugye ön is kerületi lakos, akkor mit mondanak, ön ugye az utak járdák állapotára hívta fel a figyelmet, ők mit mondanak, mire lenne leginkább igényük? Jelen pillanatban egyébként egy házfelújításban vagyunk benne. Sokat beszélgetek a lakosokkal, és egyre többet, és ezt nagyon élvezem, mert érzem azt, hogy van miért küzdenem, van kikért kiállnom, és hát az utak járdák állapota, én ezt azért mondom, mert tőlük is ezt hallom. Nagyon sokat hallom azt, hogy azokon a lakossági fórumokon, amiket Őrsi Gergely nagyon hangzatosan meghirdet, meghallgatja őket, megígér bizonyos dolgokat, aztán nem történik meg. Szeretném a második kerület identitását visszafordítani abba, amit igazán érdemelnek az itt élő emberek. Az, hogy mi szeretjük, ahol élünk, az, hogy kiváló közösség van, hogy számíthatunk egymásra, mert most jelen pillanatban egy olyan légkört tapasztalok a második kerületben, ami teljesen méltatlan, több száz plakátomat tépték már le. Ez egy olyan helyzet állt elő. A második kerületben is plakátrongálás van, mert ugye Józsefvárosban, Ferencvárosban is lehetett ilyeneket hallani. Hihetetlen mennyiségben tépnek le plakátot, miközben Őrsi Gergely pedig azt mondja, hogy neki alig van fenn plakátja. Azt mondja, négy óriás plakátja van, közben a város tele van vele. És ezzel semmi gond nincsen, tehát hirdesse is ő magát, de ilyen pillanatban a 2019-ről is hallottam, és 2022-es kampányról is hallottam, hogy volt plakátrongálás és tépés, de mindenki azt mondja, hogy ez hihetetlen, hogy mi most milyen mennyiségű, és én azt gondolom, hogy a baloldalnak ez a magatartása elfogadhatatlan. Azt gondolom, hogy itt most nem egy versenyről beszélünk alapvetően, hanem arról beszélünk, hogy az itt élő lakosok mit szeretnének, fel kell hívni rá a figyelmüket, hogy milyen lehetőségek vannak, és nekik kell dönteni, nem egymást leszkanderozni. Dombi Rudolf, köszönöm a beszélgetést. Köszönöm. Most tartunk egy rövid reklámszünetet, utána folytatjuk a napi aktuális. Itt lesz velem Ferenc Orsolya, illetve Somkuti Bálint is. Tartsanak velünk, ha tehetik.